Mostanában tanulunk egy latin kifejezést, ami a jog nyelvén eddig is értelmezhető volt, de hát aki nem jogászkodott, az nem nagyon találkozott a clausura rebus sic stantibus-szal, amely ugye egy latin kifejezés, és azt jelenti, hogy a dolgok jelen állására vonatkozó záradék. Erre hivatkozva akarná hírek szerint a kormány szerdán a devizahitel szerződések átírásának lehetőségét megtalálni. Gerő Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye ez azt is jelenti, hogy ez a kötelmi jog tárgykörébe tartozik, hogy a szerződés teljesítését meg lehet tagadni abban az esetben, hogyha a szerződés vagy az ajánlattétel esetén vagy időtartamában olyan változás állt be, ami számomra, ügyfél számára adott esetben, hogy ezt lefordítsuk a devizahitel szerződésekre, a teljesítés ilyen módon nem várható el tőlem. Tehát túl nagy lett mondjuk a devizaárfolyam különbség, nem elvárható, hogy ezt én finanszírozni tudjam. Ha ez ennyire egyszerű, akkor ezt önök jogászok az elmúlt években miért nem fedezték fel, miért nem használták, ha ez így megy? Minden ügyet egyedileg kell vizsgálni, az általános jogelv természetesen a pacta sunt servanda, hogy egy másik latin kifejezést is mondjak, tehát a szerződéseket teljesíteni kell. Kivételes jogelv, kivételes generál klauzula, az előbb említett kifejezés, ez arra vonatkozik, amikor a felek tartós jogviszonyában a szerződést követően olyan jelentős változás következik be a körülményekben, hogy valamely félnek a lényeges és jogos érdekét sérti. Na de hát itt nem mondhatjuk, hogy nem volt jelentős a változás. Tehát van, aki 145 forintos svájci frank hitellel adósodott el, és 240 forint körül fizet. Igen, csak hogy van egy kizáró ok. Mégpedig az, hogyha a feleknek ezt a bizonytalansági tényezőt előre látniuk kellett volna, illetve az észszerű üzleti kockázatvállás keretében ez előre látható volt. Ezzel kapcsolatban fontos rögzíteni azt, hogy 2005. január 1-től a hitelintézeteknek törvényi kötelezettsége volt tájékoztatni az ügyfeleket erről a bizonyos kockázatról. Ezt a bankok egy úgynevezett kockázatfeltáró nyilatkozattal érvényesítették, amelyeket az ügyfeleknek kötelező volt aláírniuk. Tehát innentől kezdve azt nem mondhatja az ügyfél, hogy ezt ő nem tudta. Következésképpen ez a hivatkozás, hogy neki úgy változtak meg itt a körülmények, amitől a teljesítés többé nem várható el tőle, ez nem állja meg a helyét. Ez kérdés. Ezért mondom, hogy elsősorban a szerződéseket egyedileg kell vizsgálni erre a bírói út. Hát ezt a kormány nem fogja megtenni. Lehetőség van jogszabállyal is módosítani a szerződéseket visszamenőleges hatállya, tehát erre a hatályos jog és a nemzetközi jog is ismer példákat, azonban ez csak kivételes lehet. Tehát ezt minden alkalommal vizsgálni kell, hogy abban az esetben, hogyha a felek eredetileg is tudták volna azt, hogy ilyen jelentős változások történnek a jogaik és kötelezettségeik arányában, illetve a szolgáltatások és ellenszolgáltatások aránya ennyiben változik, abban az esetben is megkötötték volna a szerződést. Itt a kérdés ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban az, hogy ez csak egy formális tájékoztatás volt, vagy egy tényleges tájékoztatás? Hát ténylegesen ember nem tudta azt megmondani, hogy 2008-ban az emberek vajon azt a 30 oldalas szerződést, illetve azt az egy oldalas mellékletet is akár, vagy csak úgy voltak vele, hogy ha megkapjuk a pénzt, akkor mi bármit aláírunk. Nem, szerintem az emberek úgy voltak vele, hogy persze árfolyammozgás az van, hát láttuk eddig is 142-ről 148-ra, 148-ról 146-ra változik a svájci frank forint árfolyama. Na és? És akkor azzal nem számolt senki, és emlékszünk még arra, amikor az a mondat elhangzott kormányzati szájakból, hogy ha 220 forintos svájci frank árfolyam fölé megy az árfolyam, akkor összeomlik a devizahitelpiac. Én is azt gondolom, hogy ezzel senki nem számolt. Tehát ennek van egy 240 körül stabilizálódott. Igen, tehát ennek azért volt előzménye a rendszerváltás után, történt egy hasonló eset, amit a 31/1992-es AB határozat rögzít. Akkor az történt, hogy az Országos Takarékszövetkezetnél nagyon csekély kamattal
adták a hiteleket, és hirtelen megugrott a rendszerváltáskor ugye az infláció is, és a kamat, és akkor azt mondták, hogy a rendszerváltozás az egy olyan körülmény, amely miatt a szerződések tartalmát utóbb jogszabályokkal is módosítani lehet. Az a kérdés, hogy a gazdasági válság, illetve az is ilyen lehet-e, és ez az AB határozat azt mondta ki akkor, hogy igen, a gazdasági válság is lehet olyan hatással, hogy utóbb a jogalkotó úgy gondolja, hogy a szerződések tartalmába utólag bele. Pont azon ment a vita az elmúlt időszakban, hogy a régi alkotmánybírósági határozatok figyelembe vehetők-e az alaptörvény megszületése után vagy sem. Most pont az jön jól, hogyha figyelembe vehető ezek szerint. Na most jó, szerdán születik egy kormánydöntés, fogalmunk nincs, hogy micsoda, de játszunk el a gondolata. Az a kormánydöntés születik, hogy mindenki ott azon az áron fizet, ahogy felvette a devizahitelét. Akkor a bankok erre nyugodtan mondhatják azt, hogy is mi lesz az én veszteségemmel. Igen, tehát a szerződések egyenértékűségének az elvére is vigyázni kell. Tehát a nemzetközi jog, ezt a Bécsi Egyezmény is szabályozza, arra figyelmeztet, hogy egyoldalú hátrány egyik szerződő felet sem érheti. Tehát akkor valamilyen közbűnső megoldást kell. Osztva kettővel? Tehát két felé osztva osztjuk kettővel, a deviza osztva hárommal, hiszen ott vannak az ügyfelek is. Ez egy nehéz kérdés. Én azért mondtam, hogy én sokkal szerencsésebbnek tartom, hogyha a bírói utat választjuk. De az sose ér véget. Hát látjuk, hogy egyes hosszú. Perek, egy darab perek tartanak évekig. Megfordul a kúria Brüsszelhez, Strasbourghoz, Luxemburghoz, és ahova csak fordulhat, hogy ne kelljen dönteni adott esetben. Igen, de a bíró látja mindig egyedileg, hogy hogyan történt meg az ügyfeleknek a tájékoztatása, hogy az az ügyfél a tőle elvárható gondossággal vajon tényleg láthatta előre ezt a bizonyos árfolyam kockázatot. Tehát én azt gondolom, hogyha a jogi eljárásokból önkényesen kiveszünk bizonyos területeket, akkor onnantól kezdve az a veszély is fennállhat, hogy nem csak a szerződések tartalmát módosíthatják később jogszabálya, hanem adott esetben szerződéseket létre is hoznak majd jogszabálya. Tehát itt attól lehet félni, hogy ez egy jó ötlet és precedens csinálunk belőle? Igen, és nagyon fontos lenne azt hangsúlyozni, hogy ez kivételes esetben alkalmazandó. Ez persze a jogalkodó döntése, hogy ez most egy ilyen kivételes helyzet. És ha jól foglalom össze, azt mondja, hogy igen, ilyen van, amit a kormány akar, csak nagyon nagyok a veszélyei. Azt gondolom, hogy a jogi eljárás és a normakontroll az nagyon fontos, tehát adott esetben vagy a bírói kontroll az egyedi úton, vagy az alkotmánybírósági kontroll kell, hogy ezt szabályozza. Gerő Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm.